Katya vagyok, Nyugró, és Oscar Díjas Mindenki című filmben szerepelt. A úszodai életről szól, a szinkronúszókról, vízlabdásokról, úszókról, nyugrókról. Ők próbálják megmenteni a tanárjukat, és azért is hasonlít az én életemhez, mert ugye én is nyugró vagyok, ugyanúgy ismerem a szinkronúszókat, nyugrókat, vízlabdásokat, úszókat, és bár mi nem akarjuk megmenteni az edzőnket, de tudjuk, hogy milyen az ilyen élet, és nálunk a suliban van ez, hogy egy tanárunkat próbáljuk megmenteni, mert el akarják menni tőlünk, és mi értek küzdünk. Szóval ezért is, meg hát ugye Mindenki című filmhez is hasonlít ez a történet, hiszen ott is az összefogásról van szó. Csak ott azért, hogy kirúgassak egy tanárt, itt meg azért, hogy visszahozzanak. Elkezdtem olvasni, és már az első pár oldalon szenvedtett, hogy mennyi a hasonlóság köztünk. És igazából nagyon tetszett az egész, mert nagyon szépen fel van építve, több szállon fut, és mindegyik szál egy külön rejtélyt van maga után. Mindegyik szál olyan, mintha egy külön könyvet olvasnál ki. Mindig egy külön történet, és ez nagyon jó benne. Kedvenc karakterem Cilia volt, kedvenc részemet meg nem tudok mondani, mert igazából mindegyik oldal egy külön kedvenc rész. Nagyon fura volt, igazából nem volt elképzelésem, de így, hogy beszéltem vele, teljesen visszahallottam Cilia szavait. Meg úgy, amíg a könyv beszélt belőle, tényleg. Szerintem jó, hogy szőtt bele ilyen szerelem love story-t. Szóval az is jó volt, meg nekem tetszett úgy, hogy volt az egész. Igazából mindenkinek, fiúknak, lányoknak, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Kap már össze magad, egy férfi nem adja fel. Károm nem tudott aludni. A mondatai visszacsengtek az éjszakában. A mondatok, amelyekkel talán megbántott a Henti, teljesen alaptalanul. Mert ha valaki, akkor Henti nagyon tudott küzdeni. Nem véletlenül volt ő az egyik center a csapatban. Ő úszott rá a kapusra, persze, hogy őt támadták a legjobban. Mint májusban a hesztesek elleni barátságos mérkőzésem. Persze az a mérkőzés minden volt, csak nem barátságos. Mert valójában a déli vizes kupa edzőmérkőzésének számított. Azért így is kapott Káró vagy három hasbarúgás Babinski Lócitól a víz alatt. De ennyi bőven belefér, hiszen Káró majd minden leúszásnál meggyomrozta Lócit. Persze nem direkt, de ha startolsz valahonnan, el kell rugaszkodni. Nem nézed ki, ki van melletted, a vízilabda már csak ilyen.